sajtómunkatársait, azokat, akik a televíziót nézve vagy a rádiót hallgatva követik a mai munkánkat, külön is üdvözöljük. Valóban szeretnék néhány dologról számot adni önöknek, és utána szívesen válaszolunk a kérdéseikre. Mielőtt ezt megteszem, szeretném önöket tájékoztatni, hogy mai délelőtt kísérletet tettem arra, hogy a Népszavát visszacsábítsam a kormányinfó részvevői közé. Fazekas Ágnesnek adtam egy interjút ma, abban a reményben, hogy a Népszava szerkesztőségét és olvasóit is ki tudom engesztelni. El is mondta az Ágnes, hogy milyen problémák és hitelességi kérdések merültek fel a kormányinfóval kapcsolatban. Reményeim szerint ezt meg tudtuk beszélni, és azt remélem, hogy főszerkesztő úr, illetve a Népszava szerkesztősége mérlegeli majd, hogy újra csatlakoznak csütörtök délutánonként közénk, hiszen mi más lehetne jobb program csütörtök délutánra, mint a kormányinfó résztvevőknek és nézőknek egyaránt. Nos, a mostani rövid bevezető után egy ennél is fontosabb dologra szeretném fölhívni a figyelmüket a kormány nevében, mégpedig a holnapi nap fontosságát szeretném hangsúlyozni, hiszen holnap nemzeti gyásznap van, és Magyarország kormánya nevében mindannyunk fejet hajt az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt. Arra kérünk minden magyar honfitársunkat, hogy emlékezzünk közösen. Kérünk mindenkit, hogy a holnapi napon 1956 áldozatainak és hőseinek emlékére gyújtson meg egy-egy szál gyertyát. Ez a emlékbizottság hívás, fölhívása, és ez a kormány kérése is a választópolgártársaink felé. Szeretnék röviden áttekintést adni arról is, hogy lezárult az alaptörvény szövegezése. Az elmúlt néhány percben a törvényelőkészítő bizottságban véget ért az alaptörvény szövegpontosítása, és minden akadály elhárult azelől, hogy november 8-án az országgyűlés napirendre tűzze, és lehetőség szerint meg is szavazza az alaptörvény módosítását, amely a betelepítés elleni népszavazással kapcsolatban nyilván hangsúlyt ad annak, hogy mi magyarok dönthessük el most és a jövőben is azt, hogy ki élhet és ki tartózkodhat Magyarországon. Szeretném azt elmondani önöknek, hogy a kötelező kvóta, mint ismeretes, napirenden maradt a magyar kormány törekvései ellenére is az Európai Unióban. Az Európai Bizottság fönntartja azt a javaslatát, mely szerint a bevándorlókat, az illegális bevándorlókat szét kell osztani Európában, és a kompromisszum, amit Orbán Viktor el tudott érni, illetve az eredmény, amit el tudtunk érni közösen, az annyi, hogy a szlovák elnökség lehetőséget kapott arra, hogy egy B-tervet is az Európai Bizottság mellett az Európai Tanács asztalára tegyen. Tehát két javaslatot fog decemberben megtárgyalni az Európai Tanács, meg fogja tárgyalni az Európai Bizottság eredeti javaslatát, amely a kötelező kvóta, a kötelező betelepítéssel kapcsolatos, és megtárgyalja a szlovák elnökség javaslatát, amelyben Magyarország is részt kíván venni majd, például a kötelező betelepítési kvóta elutasításával és a szolidaritás formájának meghatározásával, hiszen mi azt mondjuk, hogy amikor a kerítés fölállítására, védelmére és fenntartására 150 milliárd forintot költ Magyarország, akkor az igenis az európai adófizetőket, az európai választópolgárokat, állampolgárokat is egyformán védi. Kérjük, hogy ezt tekintsék szolidaritásnak. Az alaptörvény módosítása szükséges ebben a küzdelemben, meggyőződésünk szerint, és november 8-án arra hívunk fel minden parlamenti képviselőtársunkat, hogy segítse Magyarország ügyét, tartsa tiszteletben a népszavazás eredményét, és fogadja el az alaptörvény módosítását. Úgy tudjuk, hogy a szöveg egyébként megfelel több ellenzéki parlamenti képviselőnek és parlamenti pártnak is. Remélem, hogy a párt érdekek és a napi politikai érdekek nem fogják megakadályozni azt, hogy a szöveg elfogadásra kerüljön. A szöveg egyértelmű rendet vág az alaptörvényben, a tekintetben, hogy milyen viszony jön létre a közösen, együttesen gyakorolt hatáskörök tekintetében. Ugye ezek az együttesen gyakorolt hatáskörök nem állhatnak ellentétben az alaptörvény rendelkezéseivel. Például Magyarországra betelepíteni nem lehet senkit sem. Ezt nem írhatja fölül az a döntésünk, hogy bizonyos tevékenységi köröket, bizonyos hatásköröket és jogköröket az Európai Bizottsággal közösen gyakorlunk. Tehát minden ellenzéki képviselőtársamat arra kérek, hogy szavazza meg az előterjesztést, az alaptörvény módosítását, és
abban reménykedünk, hogy ez sikerülni fog, és ez elvezet bennünket ahhoz, hogy hatékonyan tudunk föllépni majd az Európai Bizottság előterjesztésével és javaslatával szemben is. Mint ismeretes, az elmúlt héten kibontakozott egy vita az Európai Unió területén arról, hogy honnan kell biztosítani a forrásokat, illetve hogyan büntessék meg azokat az országokat, akik nem akarnak betelepítést nem megszervezni, hanem megállítani akarják a betelepítést. Ezzel kapcsolatban Magyarország fenntartja változatlanul a korábbi álláspontját. Európának nem az a feladata, hogy megszervezze a betelepítést, hanem Európa feladata az, hogy megakadályozza a bevándorlást. Ennek a megakadályozására hatékony határvédelemre van szükség, ami az Európai Bizottság eddigi javaslata volt, az alkalmatlan arra, hogy európai határait megvédje. Meggyőződésünk szerint a schengeni határvédelmet érvényesíteni kell Görögországban és Olaszországban is. Ismerjük azt az olasz politikai nyilatkozatot és javaslatot, amely a kohéziós pénzek az Európai Uniós források felülvizsgálatára vonatkozik. Ezzel nem zárkózunk el, bár megjegyezzük, hogy ez az alapszerződés módosításával lehetséges csak. Természetesen, hogyha Olaszország meg akarja nyitni az alapszerződés vitáját, akkor ennek semmi akadálya nincs. A bevándorlás szabályaiból és a betelepítés elképzeléséből nem következik az, hogy Magyarországtól bármit is meg kellene vonni. Itt felhívna a figyelmüket arra a elemzésre, amely azt mondja egyébként, hogy a Magyarországnak szánt források 30%-a azonnal import keretében visszakerül például a német gazdaságba, tehát nagy kérdés, hogy az ilyen típusú kezdeményezések azok valójában kit is sújtanak. Magyarország azért kapja egyébként a fölzárkózáshoz szükséges forrásokat, mert megnyitotta a piacait, mert lehetőséget biztosított nyugat-európai cégeknek arra, hogy Magyarországon korlátlanul folytassanak gazdasági tevékenységet, és Magyarország lemondott arról, hogy vámokkal védje például a saját gazdaságát. Ezért cserébe kapjuk azt a piacért, és a vámmentességért cserébe kapjuk a fölzárkózáshoz biztosított összegeket. Ennek semmi köze nincs a bevándorlás politikához, a társadalom politikához, az integrációhoz, vagy a migrációhoz, de ha az olasz kormány úgy dönt, hogy erről tartsunk egy vitát, akkor ezt a magyar kormány természetesen nem fogja elutasítani. Sérelmezzük azt, hogy az Európai Bizottság meghosszabbította Ausztria és Magyarország között a határellenőrzés lehetőségét. Ezzel súlyosan sérül a közös Európa elve, hiszen a közös Európa a határok nélküliségére, illetve arra épült, hogy ezeket a határokat könnyen, külön dokumentumok, külön ellenőrzés nélkül át tudjuk lépni. Ma, aki Ausztria és Magyarország határához érkezik, Hegyeshalomon, Magyarország felül, azt tapasztalhatja Hegyeshalomnál, hogy van egyfajta ellenőrzés. Az osztrák kormányzat különböző sátrakat is épít, egy sátort már fölépített az osztrák-magyar határon. Ez azt jelenti, hogy tartós ellenőrzésre rendezkednek be. Ez ellentétes Magyarország és a magyar választópolgárok érdekeivel, és ellentétes egyébként azzal is, ami az Európai Unió alapeszméje, alapvetése és alapelképzelése. Most a következő hetekben úgy kell elképzelniük a kormány munkáját, hogy a kormány a következő üléseken decemberig készül arra, hogy a szlovák elnökség számára a saját maga javaslatait és elképzeléseit elkészítse a bevándorlás kezelésével, illetve a kötelező betelepítés elutasításával szemben. Mi a célunk? Az a célunk, hogy ne legyen kötelező kvóta, ne legyen kötelező betelepítés, önkéntes betelepítés legyen csak, és természetesen az is célunk, hogy álljon vissza a schengeni határellenőrzési rendszer Görögországban és Olaszországban. Tehát azt javasoljuk, hogy az Európai Unió jogszabályaihoz térjünk vissza, és mindenki tartsa be, és az Európai Bizottság pedig tartassa be az Európai Unióban jelen pillanatban hatályos jogszabályokat. Ez a magyar javaslat lényege. Kérni fogjuk még azt is, hogy az eddig kerítés építésre költött forrásokat tudják be a magyar szolidaritásba, amellett, hogy Magyarország akár a karitatív szervezeteken keresztül, akár nemzeti együttműködés keretében nagyon nagy mennyiségű forrás biztosít a válságban lévő övezeteknek a megsegítésére és megtámogatására. Amióta nem találkoztunk, több törvényjavaslat benyújtására is sor került, ilyen az adóbürokrácia csökkentésére vonatkozó gazdasági minisztériumi elképzelés, amelyet pénteken nyújtottak be az országgyűlésnek. Itt ugye legutóbb világossá tettem és megpróbáltam elmagyarázni, hogy az adópolitikával kapcsolatban két elképzelése van a kormánynak.
Egyrésztről a versenyképesség szükségszerű javítása miatt csökkentenik el az adóbürokráciát. Erre vonatkozó javaslatukat Varga minisztertársam ismertette. A kormány elé beterjesztettük azt a 300 paragrafusból álló módosító csomagot, amely meggyőződésünk szerint az adózók számára könnyebbé teszi az adóbevallást, az adó és járulék fizetési kötelezettségek teljesítését. Természetesen ezek nem rendszerszerű reformok, tehát nem arról van szó, hogy az adófizetés rendje alapjaiban megváltozna. A jelenlegi adófizetési rend keretei között próbálunk olyan bürokrácia csökkentő lépéseket tenni, amely csökkentik az adóbevallásokra fordított időt, amelyek segítik a vállalkozásokat az adófizetésben. Emellett a miniszterelnök továbbra is fönntartja azt az igényét és azt a kérését a Gazdasági Minisztérium felé, hogy a vállalkozásokkal közösen bírálja fölül a kormány az adó fizetés rendjére vonatkozó összes szabályt, mert meggyőződésünk szerint az Európai Unió átlagához képest aránytalanul sokat kell az adóbevallásokkal, adóeljárással foglalkoznia egy kis, közepes vagy akár egy nagy vállalkozásnak is. Nagyon rossz számaink vannak ebből az összehasonlító vizsgálatból. Tehát az adóbürokrácia csökkentésével kapcsolatos csomag beérkezett. Mint ismeretes, a kormány és a versenyszféra között van egy állandó konzultációs testület. Ennek a testületnek a mai ülésén Cseresnyés Péter államtitkár kollégám kezdeményezni fogja az adó tartalomra, itt elsősorban a járulékok sorsára vonatkozó javaslatok begyűjtését. Legutóbb kérdés volt, hogy hogyan fog a kormány ebben haladni. Most meg fogjuk hallgatni azokat a partnereket, akik a kormánnyal együttműködnek, gazdasági szereplőket, a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán arról, hogy milyen javaslataik és milyen elképzeléseik vannak. Itt csak egy példát szeretnék elmondani. A miniszterelnökhöz és hozzám, illetve Varga miniszter úrhoz is eljutott a VOSZ javaslata, akik nem kevesebbet kezdeményeznek, mint hogy azonnal legyen szelektív járulékcsökkentés, az élő munkához tapadó vállalkozói adóterhek érdemi csökkentését a termelő legnagyobb GDP növelő szektorokban, közszférából a versenyszférába való átmenetet biztosítsa az állam. Az állami szervezeteknél jelenleg dolgozó több százezer jól képzett munkavállalót megfelelő átképzési programmal át kell irányítani az üzleti szférába, kezdeményezi a VOSZ. A közfoglalkoztatás kizárólagos képzéssel valósuljon meg, a jövőben közfoglalkoztatást kizárólag piacképes képzéssel párosítva indokolt indítani. Szorgalmazzák a közfoglalkoztatási bér és a havi legkisebb munkabér közti különbség jelentősi növelését. Az atipikus foglalkoztatás lehetőségeinek a bővítését. A vendégmunkásokat a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokba, mármint hogy az üzleti szektor számára könnyítse meg a magyar szabályozás a vendégmunkások befogadását. És rendezni kell a bolti kiskereskedelemben dolgozók vasárnapi munkavégzése és javadalmazásra vonatkozó, zárójelben vasárnapi pótlékszabályokat. Ez például a VOSZ kezdeményezése, amely már eljutott a kormány asztalára, és amelyet nyilvánvaló a kormány minden pontban mérlegelni fog. Most a javaslatokat fogjuk összegyűjteni, és az adóbürokrácia csomag parlamenti tárgyalása mellett el fog indulni egy konzultáció, amelynek a célja, hogy egy nagy megállapodást készítsen elő a munkaadók, munkavállalók és a kormány között, amely megalapozhat egy volumenűben jelentős, a következő 5 évet érdemben meghatározó járulékcsökkentést, és a járulékcsökkentés mellett nyilvánvaló fölmerül a bérnövekedésnek a kérdése. A kormány úgy gondolja, hogy a következő évek fontos kérdése a gazdasági versenyképesség és a növekedés miatt a béremelés kérdése, és fontos kérdés a beruházások kérdése is. Mind a kettőt támogatnunk kell a jelenleg rendelkezésre álló gazdasági eszközeinkkel. Erről szól egy konzultáció, és készít elő egy megállapodást. Erre azért van lehetősége a kormánynak, mert 2010-hez képest nagyon sokat erősödött a magyar gazdaság. Van mozgástér a magyar gazdaság teljesítményében, van mozgástér a költségvetés teljesítményében is. Én azt gondolom, hogy szerénytelenség nélkül is az ember föl tudja, nagyképűség nélkül is az ember föl tudja idézni azt a különbséget, ami 2010 és 2016 között van. Ezt azért tartom fontos dolognak, mert részben az adóbürokrácia csökkentésből, részben az adópolitikai változásokból, itt a várható járulékátstruktúrálásból és a különböző érdekképviseletek kezdeményezéseiből
felelős döntéseknek kell születnie. A felelős döntés az azt jelenti, hogy a most meghozott döntéseket éveken keresztül és hosszú éveken keresztül kell tudni tartani. Erre akkor van lehetőség, hogyha a magyar gazdaság erősödik, hogyha Magyarország erősödik, hogyha a költségvetés stabil. Ugye a holnapi nap talán újabb fölminősítés előtt állunk, ezért nem véletlenül hozom ezt szóba. Ha a magyar gazdaság erős és erősödött az elmúlt években, akkor reményünk van arra, hogyha a vállalkozók járulékcsökkentést kérnek, és ezt a törvényhozás a parlament majd teljesíti, akkor ezt hosszú távon fönn tudjuk tartani. A kormánynak az az érdeke, hogy kiszámítható és stabil legyen a gazdaságpolitika, ezt sokszor rajtunk számon kérték az elmúlt 6 esztendőben. Ehhez arra van szükség, hogy olyan döntéseket tudjunk hozni, amelyeket tartani is tudunk. Hiszen az európai gazdaság ilyen volumenű export mellett Magyarország nagymértékben kitett az európai és a világgazdasági folyamatoknak. Nyilvánvaló, hogy csak megalapozott döntéseket, tartható döntéseket és felelős döntéseket szabad hozni. Ezért érdemes röviden áttekintenünk, hogy mi az, ami ezt megalapozhatja, hogyan jutottunk el 2010-től az IMF felfolytatott vitától és a lényegében fizetésképtelen állapotból, hogyan jutottunk el 2016-ra oda, hogy érdemi béremelésről és érdemi járulékcsökkentésről eshet szó a vállalkozókkal és a munkavállalókkal való konzultáció alkalmával. Ugye az a rendszerváltozás óta legnagyobb siker, hogy a munkanélküliségi adat tartósan 5% alatt van. Nem csak arról van szó, hogy egy-egy alkalomra, rövid átmeneti ideig 5% alá esik a munkanélküliség, hanem folyamatosan nő a munkahelyek száma, folyamatosan csökken a munkanélküliek száma. Amikor megkezdtük a kormányzást, akkor riasztóan sok 481 ezer, közel 500 ezer munkanélküli volt, most 226 ezerre csökkent a regisztrált munkanélküliek száma a 2016-os legutóbbi szeptemberi adat alkalmával. Ez azt jelenti, hogy 11,6%-ról 4,9%-ra csökkent a regisztrált munkanélküliek aránya. Ez térségenként még jobb, és azt pedig azt gondolom, hogy a gazdaság szereplői nálam sokkal jobban tudják, hogy 3% alatti munkanélküliség már nem munkanélküliség, hanem lényegében munkaerő hiány, tehát 3% alatti számok esetében, ami Budapestre és Nyugat-Dunántúlra jellemző, már nem beszélhetünk munkanélküliségről. Az átlag 4,9, ami azt jelenti, hogy az országban még vannak helyek, ahol 6-7-8%, egy egyébként 15-20% volt 2010-ben, és az átlag pedig 4,9. Ami látható, hogy folyamatosan nő az álláshelyek száma, 4.391.000 álláshely van, ez 126 ezerrel több, mint volt tavaly. Amikor átvettük a kormányzást, akkor a foglalkoztatási arány 53% volt, most 67%. Ez azt jelenti, hogy azoknak az aránya, akik dolgozhatnak, tehát abban az életkorban vannak, azokból 53% dolgozott 2010-ben, most meg 67% dolgozik 2016-ban. Ez 6 év alatt óriási teljesítmény, ez már az Európai Unió átlaga fölött van. Még nem éri el egyébként az Amerikai Egyesült Államok magas adatait, de messze jobb, mint nagyon sok környékbeli országé. Ez 12,5%-os növekedés, ami páratlan az elmúlt 30-40 esztendő gazdaság történetét illetően. Hogyha a keresetek oldaláról közelítünk, akkor nyilvánvaló, hogy itt a béremelés mármint nem a közszféra, hanem a versenyszféra béremelésének az okait föllelhetjük. Ugye a keresetek, a nettó keresetek 2016-ban 8,5%-ot emelkedtek, ma azt tudjuk mondani, hogy a bruttó kereset 258.300 forint, a nettó átlag kereset, amit nehéz megmondani a családi adó kedvezmény, a gyerek utáni adó jóváírás lehetősége miatt, ugye 8,5%-kal magasabb, olyan 170-180 ezer forint körül van nettóban, ami jelentős változás a 2010-es számokhoz képest. A kormány értékelése szerint egy bérnyomásban a gazdaságban, a kormány döntéseitől függetlenül a munkaadók bért kell, hogy növeljenek 2017-ben, ha munkavállalókat, jó munkavállalókat, szakképzett munkaerőt szeretnének. Ez nyilvánvaló már látható, hiszen folyamatosan nő azoknak a száma, akik béremelést kapnak azért, hogy megmaradjanak a munkahelyükön, és azért, hogy itt ezt a munkát el tudják végezni Magyarországon, és a szakipari munka iránt pedig már kereslet van, és nincs megfelelő minőségű munkaerő kínálat. A teljes foglalkoztatást tartja továbbra is egészségesnek a kormányzat,
és ez mindenféleképpen béremeléssel fog járni 2017-18-ban. A közszféra béremelése is erősíti ezt a tendenciát. Ugye a közszférában jelentős béremelés történt pedagógusoknál, egészségügyben dolgozóknál, rendészeti ágazatban dolgozóknál, állami tisztviselői kar felállításával, és itt még különböző kisebb csoportok is jelentős bértámogatásban részesültek. Ha a munkaerőpiaci adatok, a béradatok után az államháztartásról beszél az ember, akkor az is világosan látszik, hogy ma történelmi mélypontra csökkent az államháztartás hiánya. Az a szám, amit 2% körül határoztunk meg 2016 és 2017-re, az láthatóan tartható. Tehát az államháztartás közel egyensúlyi állapotban van, és a hiány az csökkenő tendenciát mutat. Messze megfelelünk az Európai Unió követelményeinek. Még akkor is, hogyha egyébként vannak olyan bevételek, amelyek nem számíthatóak minden évben. Ezért miután csökken az adósság, csökken az államháztartás hiánya, Magyarország fölminősítése várható a különböző intézményeknél. Ez azért nagyon fontos, mert egyébként még mindig magas államadósság finanszírozása könnyebbé válhat a következő időszakban. Az alacsony kamat miatt és a fölminősítés miatt Magyarország 100 milliárdokat spórol meg egyébként, tehát a Nemzeti Bank kamatpolitikája és a fölminősítés együttesen azt az eredményt hozza, hogy Magyarország költségvetése, az adófizetők több száz milliárdot spórolnak meg az államadósság finanszírozása, tehát az államadósság pénzügyi terheinek teljesítése mellett. Ami mutatja, hogy valami beindult a gazdaságban, még azok is ezt mondják, akik egyébként nem túl optimisták, vagy inkább pessimisták, hogy a kiskereskedelmi forgalom az folyamatosan nő, 17%-kal nőtt 2010 óta, ami azt mutatja, hogy a gazdaság mikroszinten is működőképes, és 2017. januárban jönnek az áfa csökkentések, például az alapvető élelmiszereknél, az élelmiszercsomagban, ami érdemi változást eredményez. Még egy mutató, ami szintén valamiféle gazdasági föllendülésről tesz tanúbizonyságot, ez a lakásépítéseknek az alakulása. Az első háromnegyed évben 5307 új lakás épült, ez jóval több, ami tavaly épült, és ha azt nézem, hogy 10.000 bejelentés érkezett, 10.000 megkezdett lakásépítés van, és 13.000 bejelentés érkezett, összesen már 21.000-en jelezték, vagy engedélykérelemmel, vagy bejelentéssel, hogy új házat kívánnak, új lakást kívánnak építeni. Ez azt mutatja, hogy a lakásépítések is megindultak fölfelé, és 5.000 olyan ingatlan engedélyezés történt, ami pedig ipari célú létesítményekre vonatkozik, ami szintén jól mutatja, hogy itt van érdemi elmozdulás. Amit szeretnék itt szóba hozni, az a bürokrácia csökkentés, visszatérve az adóbürokrácia csökkentéssel kapcsolatos mondandómra. Ugye mindig azon lovagolnak a magyar közgazdászok, és a nemzetközi összehasonlításokat olvasgatva ez egy sláger téma, hogy Magyarország versenyképessége azért nem nő, mert óriási a bürokrácia. Azt gondolom, hogy a VOSZ felvetése, tehát a Vállalkozók Országos Szövetségének a felvetése, hogy vigyünk át az állami szektorból a magánszférába munkavállalókat, és jól mutatja, hogy munkavállalói tartalék nem csak a munkanélküliek között van, hanem az állami szektorban is van. Tehát, hogy honnan lesz Magyarországon piaci munkavállaló, azt jól mutatja, hogy az állami szektorból kell kivezetni a munkavállalókat, és át kell vezetni a piaci szektorban. Tehát az a jó, hogyha amikor bajban van a gazdaság, és bajban vannak az emberek, akkor az állami szektor biztosít egy hátteret, de amikor a gazdaság jól megy, akkor az állami szektorból megpróbáljuk a munkavállalókat kivezetni. Csepregi államtitkár kollégám, miniszter helyettes úr már számokat is mondott, de kétségtelen, hogy számok hiányában is ez a lehetőség fönnáll. Az arányok azok nem kedvezőek Magyarországra nézve, és ugye a bürokraták száma az bürokráciát generál. Minél több a bürokrata, annál több a bürokrácia, hiszen a bürokraták megteremtik maguknak azokat a jogszabályokat, ami alapján újabb hivatalok, újabb sóhivatalok, újabb hatóságok jönnek létre a népesség vegzálására, és ez egy ilyen öngerjesztő és burjánzó folyamat. Létszámstopp van 2010 óta, és önök kutatták ki, hogy 10-20-30 ezerrel nőtt a közszférában foglalkoztatottak létszáma a létszámstopp ellenére. Mi lenne, ha nem lenne létszámstopp? Tehát 1.100.000 ember van a közáltal foglalkoztatva az adófizetők pénzéből közvetlenül. Ez iszonyatosan magas szám. Ezt mindenféle tiltakozás ellenére is a kormány lejjebb fogja vinni. A versenyképességet befolyásoló tényezők még a bürokrácia hozzáállása. Én az eredményekkel nem vagyok elégedett, mégis mondanék néhány eredményt, már csak azért, hogy azokban tartsam a reményt, akik hisznek abban, hogy a bürokráciát lehet csökkenteni, például szabályozás segítségével. Tehát az ő kedvükért azt mondanám, hogy az elmúlt évben 100 törvény módosítása nem volt hiába való.
Ma Magyarországon, pontosabban úgy mondanám, hogy 2015-ben a 8 millió fölnőtt embernek 19 millió 16 ezer lezárt ügye volt a magyar államnál, tehát a 8 millió választópolgártársunknak 19 millió 16 ezer ügye volt, és ezek kerültek lezárásra. 2016 első fél évben 11 millió 269 ezer ügyük volt, ami lezárásra került. Tehát egy éven belül lezárásra került az a panasz, az az ügy, aminek az érdekében elintézése miatt a magyar államhoz fordultak. 8 napon belül intéződtek el 2016. szeptember 1-ig az ügyeknek a 85%-a. Természetesen, akiknek 8 napon belül nem intézték el az ügyét, azok azonnal szívükhöz kapnak a rádiót hallgatva, vagy a televíziót nézve, mert mindenkinek a saját maga ügye a legfontosabb. De van egy tendencia, ezt már olvastam olyan hírt is, amiben a rovásunkra írták, például egy GVH eljárás kapcsán. 8 napon belül az ügyet el kell intézni. Ma, aki az államhoz fordul, az első, szeptember 1-ig 85%-ban az ügyére 8 napon belül valamiféle választ kapott. Ez 2014-ben 44% volt. Tehát, hogyha egyáltalán számokban mérhető a bürokrácia változása, akkor arra fölhívnám a figyelmet, hogy 2014. szeptember 1-ig az ügyek 44%-a oldódott meg 8 napon belül, most ez 85% a törvény erejénél fogva. És 426 ezer olyan hatósági ügyben rövidült az ügyintézés, példaképpen mondom, ahol belföldi jogsegély volt. Itt az elektronizálást lehet jó példaként felhozni, ahol elektronikus ügyintézés, ott sokkal gyorsabb az ügyintézés. Megszüntettük az eljárások fölfüggesztésének a lehetőségét, és 25 olyan engedélyezési eljárás van, ahol nem kell engedély, hanem bejelentés kell. Ez az egyik dolog, ugye a bürokrácia csökkentésében a különböző eljárási határidők folyamatos lefelé húzása, ezt még Navracsics miniszter úr kezdte 30-ról 20 napra, aztán mi 20-ról 8 napra, és a másik fontos kérdés az pedig a díjtételeknek a kérdése, hogy a választópolgárok és a vállalkozók joggal háborodnak föl, hogy adót fizetnek, és utána még különböző díjtételeket kell fizetni a magyar állam eljárásaért cserébe illetékképpen. Szeretném elmondani, hogy 939.838 személyigazolványt állítottunk ki 2016. 8. hónap végéig, ez 2 milliárd 818 millióba került tavaly, most pedig ingyenes. Tehát tavaly 826 ezret állítottunk ki, azért beszedtünk 2,8 milliárdot, most kiállítottunk 939 ezret, és azért most nem kértünk pénzt. Tehát a magyar állam végre valamit ingyenesen intéz. Lakcímkártyából kiállítottunk 950 ezret, ez került 1 milliárdba, ezt sem kértük el, ez ott maradt a választópolgároknál, ez korábban mind díjköteles volt, tehát illetékköteles, eljárási illetékköteles volt. Hatósági erkölcsi bizonyítványból, ami a munkavállalás föltétele, kiállítottunk 352 ezeret, 1 milliárd 127 millió forint maradt a választópolgároknál. A fölvételénél ugye 111 ezer felsőoktatási fölvételi eljárás zajlott, ezért az idén először nem kellett fizetni, ez is 1 milliárd forintot jelentett azoknál, akik a fölvételére jelentkeztek. Én tudom, hogy ezek sokak számára kis pénzek, hiszen 5-10 ezer forintos illetékről van szó, de hozzáteszem, hogy vannak ilyen német mondások, amit most több polgártársam jó ízlése miatt nem idéznék szó szerint, ezért nem szeretnék részlehajló lenni, de a spórolás az ugye apró filérekből jön össze, és ez ilyen apró filérekből összerakott spórolás. 4 milliárd forintot tesz ki a teljes kassza, tehát 4 milliárd forintot hagytunk ott a választópolgároknál. Sokkal többet szedünk el tőlük, több ezer milliárdot, de legalább 4 milliárdot ott hagytunk a választópolgároknál. Én ezt történelmi eredménynek tartom, még lehet, hogy annak ellenére is, hogy megmosolyognak, mert végre egyszer a magyar államot rá lehetett arra venni, hogy rövid idő alatt és térítésmentesen intézzen el az adófizetőknek valamit. Ez egy komoly teljesítmény szerintem. Most 45 törvényt módosítunk a bürokrácia csökkentés érdekében, és jövő héten egy újabb csomagot készítünk hogy 2017-től miért ne kelljen fizetni. Jövő héten két kabinetülés lesz kedden, gazdasági kabinet és stratégiai kabinet. A stratégiai kabineten megnézzük, hogy milyen aktuális Európai Uniós eljárások és ügyek vannak, valamint a magyar élelmiszerkönyv működéséről hallgatunk meg egy tájékoztatót és fogadunk el egy anyagot. A kormány meg fogja tárgyalni a stratégiai kabineten keresztül a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvénymódosítását, az előbb említett közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó díjtételeket, Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot fogunk indítani, amit
meg fogunk tárgyalni a stratégiai kabinet ülésén. A Kárpátalján szeretnénk magyar házakat létrehozni, amelynek szintén meg szeretnénk az előterjesztését tárgyalni a kabinet ülésén. A korai iskola elhagyás elleni stratégiát, cselekvési tervet is megtárgyalja a kormány, amit az EMMI készít elő. A honvédelmi szállítóképesség fejlesztésével kapcsolatos napirendet is megtárgyalja a stratégiai kabinet, mint ahogy az Agrárgazdaság 2015 évi helyzetével kapcsolatos jelentést, és a digitális jólétprogram helyzetével kapcsolatos jelentést is a stratégiai kabinet több minden más mellett megtárgyalja. A gazdasági kabinet meg fogja tárgyalni az Ősdráva nemzeti programmal összefüggő feladatok végrehajtását, a szövetkezeti hitelintegráció hosszú távú stabil működését megalapozó fejlődési elképzelő fejlesztési és fejlődési irányokat, az e-közbeszerzési rendszer fölállításának részleteit, a Makovec Imre életmű gondozásával kapcsolatban ki fogjuk jelölni, hogy hol van arra reális lehetőség, hogy Makovec Imre tervei, amelyek halálakor félbe maradtak, megvalósulhassanak, és az állami kockázati tőkealapokról is meghallgatunk egy jelentést. A közfoglalkoztatásból történő kivezetés elősegítéséről pedig egy kormányjavaslat készül a gazdasági kabinet javaslatára. Nos, körülbelül ez volt, amit szerettem volna elmondani. Pálinka ügyben Pindrok szerkesztő úrnak adós vagyok. Ezt Krakó Ákos, mint érintett szakértő fogja prezentálni. Egy pohár pálinka mellett Pindrok úrnak, hogyha megengedi. Részletesen kidolgoztuk a határon túli pálinka névválasztás és névhasználat föltételeit. Várom a kérdéseiket. Miniszter úr, köszönöm szépen. Köszönöm, Braja Péter. Braja Péter, Braja Press, Heti TV. Miniszter úr, holnap meggyújtjuk az emlékezés lángjait világszerte, és ezzel tulajdonképpen a 60. évfordulóra való megemlékezések véget érnek. Ha pár mondatba értékelni azt, hogy világszerte a kormány tagjai részt vettek megemlékezéseken, hogy mennyire javult ettől a magyar image, illetve milyen eredményeket értünk el, illetve hogy zajlottak le a megemlékezések, ez az első kérdés. Én azt gondolom, hogy az Emlékbizottság és a minisztérium jó munkát végzett. Az emlékévének még korán sincs vége, hiszen egészen 2018-ig alkalom van az megemlékezésre, hiszen a terror időszakára való emlékezés, a megtorlás időszakára való emlékezés még csak most kezdődik el, és egészen Nagy Imre kivégzésének 60. évfordulójáig tart majd. Ez megfelelő apropó lesz arra, hogy a kommunizmus bűneire a világban mindenhol felhívjuk a figyelmet, és emlékezésre és emlékeztetésre hívjunk és késztessünk mindenkit. Másrészt a kérdése azért nagyon fontos, mert egy akkora nemzetnek, mint ami mi vagyunk, a történetében, a belátható történetében, tehát amit az ember, egy hétköznapi ember alaposabb történelmi műveltség nélkül föl tud fogni, mondjuk 100-150 év, amiből lehetnek benyomások, élmények vagy különböző események. Itt mindenféleképpen, hogy mi Magyarország, az 1956-tal meghatározható. Magyarországnak kevés olyan ismertető jele van, fogalmazzunk így, vagy kevés olyan jelképe és szimbóluma van, amivel azonosítják ezt az országot. 1956 egészen biztos, mint ahogy Puskás is ilyen. 1956 ma egy európai vagy egy nyugati civilizációba tartozó ember fejében elválaszthatatlan Magyarországtól, és azt gondolom, hogy az az emlék év, ami mögöttünk van és előttünk áll, az alkalmas, hogy ezt meg tudjuk erősíteni, hogy mégiscsak arról van szó, hogy a vasfüggöny leereszkedése után Magyarország volt az első ország, amely megkezdte annak a szétverését, lebontását. Magyarország volt az első ország, amely a kommunizmus megbuktatása és ledöntése érdekében érdemi áldozatot hozott és egy komoly lépést tett meg. Utána jött 68, utána jött a 80-as évek Lengyelországa, és így jutottunk el 89-90-re, de az első lépést mi magyarok tettünk meg. Ez jól mutatja, hogy ennek az országnak és ennek a népnek mennyire fontos a szabadsága. Ezekben a percekben, pontosan 5 perc múlva Balogh miniszter úr ön helyett az ön tárcájához való látogatóközpontot fog leleplezni. Nem helyettem. Én kértem fel. Hát ön helyett, mert ön itt van, tehát... Nem. Nem helyettem. Oké.
Tehát 5 perc múlva a megemlékezések sorozatában egy nagyon fontos lépés történik a 297-es, 8-as és a 301-es parcella mellett. Nekem tegnap sajnos, oda kellett mennem, hisz a helyszínről tudósítottam egy külföldi televízió és rádióállomásnak. Rendhagyó. Tehát úgy tájépítészet, mint minden szempontjából. Mégis nagyon keveset hallottunk róla. Mibe került ez, és történik-e még akkor 2018-ig valami hasonló ilyen nagy teljesítmény? Amikor a miniszterelnökségre kerültem, akkor megdöbbenve tapasztaltam, hogy nagy nemzet nagy történelemmel milyen kis erőfeszítéseket nem tesz meg a saját emlékei megőrzése érdekében. Kossuth Lajos sírja, Batthyány Lajos sírja, Széchenyi István sírja, vagy a 301... Ezeket már mind rendbe hozottak. Vagy a 301-es parcella nem föltétlenül volt olyan állapotban, mint amire mindannyian büszkék lehetnénk, fogalmazunk így, és ne menjünk bele a részletekbe, mert senkinek nem akarom fölrólni, hiszen ez 2014-ben volt, és senkit nem akarok ezért felelőssé tenni. Valahogy mi keleti nép vagyunk, és az emlékezés nyugati kultúrája és az a hely, ahol az emlékezés zajlik, az nem biztos, hogy annyira fontos. Az életben gondolkodunk, és nem az elmúlásban. Talán ezért van ez. Ez jól mutatja egyébként, jól mutatja, hogy milyen állapotban vannak a nagyvárosi temetőink nagyon sok esetben, csak ezt zárójelben jegyzem meg. Egy városról és egy közösségről mindent elárul két dolog, milyen állapotban van a templom, és milyen állapotban van a temető. Amíg az nincs rendben, addig az ország sem lesz rendben. És itt volt restanciánk, amit most anyagiakban nem részleteznénk, mert nem nagy összegekről van szó. A 301-es parcellában először végrehajtottunk egy infrastruktúra korszerűsítést, ami időszerű volt 20 év után, és akkor jött a látogatóközpontnak az ötlete különböző technikai okoknál fogva félreértés ne essék. Azt remélem, hogy közkonszenzus alakul ki abban, hogy itt egy korrekt munkát végeztünk el. Nem nagy tételekről, pár százmillió forintokról beszélünk. Bár akár egy sírfelújítás, akár egy látogatóközpont megépítés. Nem is a pénz a lényeg, arról itt most nem is hiszem, hogy méltó volna részletekbe bocsátkozni, mert nem pénzkérdés alapvetően. Egy ekkora GDP-nél, 33 ezer milliárdnál ezek eltörpülő és filléres tételek, amiért ezeket a helyeket, ezeket a nagy nemzeti emlékhelyeket rendbe lehet hozni. Most haladunk előre, hiszen a Fiumei úti temetőt átvette a magyar állam, ott egy rendezést fogunk végrehajtani, az már egy több milliárdos beruházás lesz lépésről lépésre. Ott is azt szeretnénk, hogyha aki a Fiumei úti temetőbe elmegy és megnézi azoknak a sírhelyét, akik ennek az országnak a nagyjátételében aktívan közreműködtek, és akiknek a nagyságunkat köszönhetjük, akkor megérez abból valamit, hogy milyen is ez az ország, és milyen Magyarország. Ez eddig nem volt erre alkalmas és méltó meggyőződésem szerint. Nem egy-egy sírhelyről beszélek, hanem az egészről. És voltak méltatlanul elhanyagolt sírhelyek, amelyeket most szintén nem hoznék szóba, mert elég kiábrándító lenne, hogyha ezt most itt felsorolnám, hogy mi, akik annyira büszkék vagyunk a múltunkra, és ezzel akarunk a világ előtt is megjelenni, hogy hősies és nagy nemzet voltunk, ehhez képest az emlékeink kápolása az kérdéseket vet föl, de nagyon szép előrelépéseket tapasztalt az ember. Például az a program, hogy az összes első világháborús emlékművet felújítjuk, ami Magyarországon fölelhető, és ami a határon kívül van, azt is. 2018-ban mindegyiket meg fogjuk csinálni. Hogy 56-os megemlékezések zajlanak, fölbecsületetlen mennyiségű könyv, megemlékezés, diákmunka, kiadvány, iskolai program, ez mind-mind előre visz. Tehát akkor lesz rendben az ország, hogyha az első-második világháborús méltó megemlékezés, az 56-os forradalomra való méltó megemlékezés föltételei meglesznek, az összes emlékhely rendben lesz, az áldozatok és a hősök neve pedig megörökítésre kerül. Ez a munka 30 év után sincs még elvégezve. Találtunk, fölmértük először is, és találtunk olyan emlékműveket az első világháborúból, amelyek méltatlan állapotban voltak, és akkor is nem is hozom most szóba, hogy 660 ezer első világháborús áldozatunk van, ami népesség arányosan az egyik legnagyobb az európai háború történetében, és ehhez képest nincs minden sírunk rendben. És akkor majd jön Trianon évfordulója, szóval lesz itt miről beszélni a következő években. Az 56-os emlékévnek ez a része, hogy a közösségekben emlékhelyek létesüljenek, a meglévőek felújításra kerüljenek, hogy méltóképpen tudjunk fejet hajtani a hősök előtt. Ez úgy gondolom technikai értelemben is rendben volt, és rendben van. Miniszter úr, az előző kormányinfón Brüsszelben voltam, és helyhiány miatt a kérdésem nem került be, de ugyanakkor most ön említette a templom szót, amit én lefordítok zsinagógára. Ami ugyan nem ugyanaz. Istenháza mindkettő, és mind a kettőben magyar emberek imádkoznak. Tehát ebben az értelemben, de a szabályokat, illetve viselkedési szabályokat nem.
És az előbb azt mondta, hogy rendbe kell tartanunk a sírokat is, és a templomokat. Ezelőtt egy héttel az egyik budapesti működő zsinagóga kigyulladt. Igen, tudok. A kormány gondolkodik rajta, hogy valami gyors segítséget adjanak nekik, hisz mindjárt jön a tél és beesik az eső, elégtek a tóráik nekik, és most egy iskolába járnak imádkozni. Természetesen várjuk a megkeresést. Állunk rendelkezésre, és szívesen segítünk. Az 56-os megemlékezések folyamán a kultúráért, az oktatásért felelős államtitkár Tel Avivba vett részt, ahol gazdasági megbeszéléseket is folytatott, és újabb diákcsere programról volt szó. Én megdöbbentőnek tartom, hogy ez a hír valahogy a szerkesztőknek az érdeklődését nem keltette föl, hisz a két országban több ezer diák utazik innét oda és cserélnek. Nem csak izraeli diákok tanulnak több ezeren itt, hanem magyar diákok is Izraelbe. Vajon ez miért van? Nem helikopterrel ment valószínűleg. Köszönöm.